Otthon, haza, boldogság címmel tartott több mint másfél órás előadást a művelődés házában professzor dr. Bagdi Emőke. A Prima Primissima díjas 73 éves professzor asszony jótékonysági előadásokat tart az országban, azért, hogy Makovec Imre korábbi terve alapján elkészülhessen a fővárosban az első Makovec tervezte templom. Budapesten Makovec mű születik, bízunk benne, és a Pest-Erzsébeti templom létrehozásáért is vállalta a professzor asszony ezt az előadássorozatot. Mi pedig rendkívül hálásak lehetünk, hogy élő szóban, személyes kontaktus alapján élhetjük át és tapasztalhatjuk meg mindazt, amit otthon, haza és boldogság címen napjainkban a világról gondol. A makoveci remek műben egy újabb várhatóan világhírű épületért tenni felemelő érzés hangzott el az előadás kezdetén. A professzor asszony több száz tanulmányt írt, sok könyvet írt vagy szerkesztett, 1200-1300 előadást tartott már, számos ismeretterjesztő írása jelent meg. Sárospatakon megtartott előadásán arról beszélt, hogy mit jelent számára és szerinte a magyarság számára is az otthon, a haza és a boldogság. Észre kell vennünk, hogy az elidegenedés, az érzelmi elszegényedés, a kapcsolatok szétszakadása szorosan összefügg azzal, amit a belekényszerít ez a kultúra. Mert ugye mit üzel? Az anyagiak terén, vagy hát, hogy úgy mondjam, a megvásárolt cuccok idézőjelben terén, az, hogy nehogy már megjavíts, vedd a trendit, az újat, és akkor dobd el, van másik. És akkor mi ilyen felhasználó, kihasználó, elhasználó, eldobó kultúra vagyunk. Ez a hatás figyelhető meg az emberi kapcsolatokon is, mondta Bagdi Emőke hozzátéve, hogy a fogyasztói társadalom fogyasztói érzelmekkel párosul sok esetben. Pszichoterápiás rendelést folytatok, és rengeteg egyrészt szomorú szinglivel találkozom, másrészt kétségbe esettel, akinek tönkre ment az együttélésben a kapcsolata. Miért? Mert azzal találkozik az emberi lény ma, és a fiatalok, akik valójában építenék a mi világunkat, hogy már nem tudják, hogyan építeni a világokat, mert nincs az a stabilitás és biztonság, és nincs az a fajta emberi méltóság, kölcsönös tisztelete, ami kellene. A professzor asszony szerint is mindenki egy önálló lélek és személyiség, de egységes hatások által lehetünk boldogtalanok, vagy éppen boldogok életünkben. Ehhez önismeretre, megfelelő társra, sok beszélgetésre és a társasági kapcsolatok erősítésére van szükség javaslatai alapján.